A Bonyhádi Naplót látják, köszöntöm Önöket! Emlőszűrésre várták a hölgyeket Bonyhádon az elmúlt több mint egy hétben. Szűrőbusz állomásozott a városban, ahol korszerű röntgengéppel vizsgálták a pácienseket. A mellrák napjainkban jól gyógyítható, mondják a szakemberek. Ugyanakkor nagyon fontos, hogy időben felismerjék a betegséget. Ez a szűrőbusz várta a hölgyeket Bonyhádon, a Széchenyi tér Mikes utca felüli oldalán. Egyszer csinálunk egy ilyen félferde felvételt, majd át fogjuk állítani a gépet. Ez lesz a második felvétel a jobb mellről, utána kifordul a gép a másik oldalra, hiszen a hónai nyirokcsomókat is megvizsgáljuk, mert az is hozzátartozik az emlőhöz. A röntgengép működését magyarázza Homoki Éva. Ez a korszerű műszer nem okoz sugárkárosodást a vizsgálat során, hangsúlyozza a szakember. Ugyanakkor sokan azért nem mennek el a vizsgálatra, mert az interneten terjedő álhíreknek hisznek, melyek azt terjesztik, hogy a röntgengép mellrákot okoz. Ez nem igaz, ismétli Homoki Éva. A vizsgálat elmaradása viszont veszélyezteti az esetleges betegség korai felismerését. A mai technikai viszonyok mellett ez emlőrák gyógyíthatóvá vált. A legmodernebb géppel rendelkezünk, ez a digitális mammográfia, ami már a legkisebb elváltozást is ki tudja szűrni. Igaz, hogy röntgensugárral működik, de ez betegséget nem okoz a vizsgálat alatt. Mindig 4 felvételt készítünk, 2-2 felvételt, és kikérdezzük a hölgyeket, hogy van-e panasza, áttapintja-e a mellét, és így utána elkészítjük a felvételeket. A felvételeket a két orvos értékeli ki külön-külön, és ha bármiféle elváltozást látnak, akkor visszahívjuk a hölgyeket ultrahangos vizsgálatra. Az ultrahang csak kiegészítő vizsgálata a mammográfiának, tehát szűrést nem ultrahanggal végzünk, hanem röntgennel, tehát a digitális mammográfiával. És szeretettel várjuk a hölgyeket. Azért jöttünk el Bonyhádra, mert reménykedünk abban, hogy még több hölgy igénybe veszi a szűrővizsgálatot. Aki viszont péntekig, amíg a busz Bonyhádon állomásozott, nem tudta helyben elvégeztetni a szűrést, Szekszárdon teheti ezt meg. Akkor Szekszárdhoz tartoznak a hölgyek, és a meghívó levél 2 évente megy ki a 45 és 65 éves korosztálynak, de 40 évtől már fogadjuk őket szűrésre, de 40 és 45 év között beutaló szükséges, és le kell telni az 1 évnek, hogy 1 év már letelt az utolsó vizsgálata óta, és 65 év felett ugyanez a variáció, 65 év felettiek is jöhetnek, szintén beutalóra van szükség, és az, hogy 1 év elteljen az utolsó vizsgálata óta. És a másik dolog, hogy mindenki, aki megkapja a leletét, a lelet hátuljára oda nyomjuk az önvizsgálatot, hogy hogyan kell egyáltalán elvégezni a nőknek havonta egyszer az önvizsgálatot, mert az is nagyon fontos, az is hozzátartozik ahhoz, hogyha valami baj történne, akkor így korai felfedezés van, és amit már említettem, a mai technikai viszonyok mellett gyógyíthatóvá vált ez a betegség. A szűrőbusz szeptember 15-e és 22-e között fogadta a szűrésre érkező bonyhádi hölgyeket. Klímavédelem és környezetvédelem, a kettő nem ugyanaz, ezt pedig meg kell értenünk, emeltek ki Balogné Gál Zsófia előadásában. Az okleveles környezetmérnök a Bonyhádi Városi Könyvtárban tartott bemutatót a térséget érintő környezeti és klímaváltozásokról, illetve annak okairól. Felhívta a figyelmet, hogy már egy kis odafigyeléssel is sokat tehetünk környezetünkért. Első hallásra talán azt mondanánk, hogy ugyanaz, azonban van különbség klíma és környezetvédelem között. Erről is beszélt előadásában a Zöldtárs Alapítvány környezetmérnöke. Elsősorban a klímaváltozásról beszélek, főként Bonyhádot érintő klímaváltozási témakörében, tehát nem globális szintről közelítjük meg, hanem úgy, hogy helyi szinten ez hogy érint minket. Nem véletlenül az Európai Mobilitási Hétre raktuk ezt az előadást, hiszen a közlekedés az egyik legnagyobb széndioxid kibocsátó, így az egyik legjelentősebb ágazat a klímaváltozást, illetve a globális felmelegedés okozta hatásokban. Ilyenkor valahogy jobban odafigyelnek az emberek arra, hogy
kevesebbet közlekedjenek autóval, lehetőleg kerékpárral, gyalog menjenek dolgozni, úgyhogy gondoltuk, hogy ez egy alkalmas időpont arra, hogy kicsit mélyebben is érintsük ezt a témát. Bonyhádon egész nap zajlott az autómentes napi program, ott nagyrészt a gyerekeket szólítottuk meg, most ezzel a délutáni előadással kimondottan a felnőtt lakosságra készültünk, tehát azon felnőtteknek, akik már alapban van egy kis érzékük arra, hogy itt a környezetvédelem, klímavédelemmel foglalkozni kell, így nekik egy érdekes, színes előadással készültünk. A bemutató eredetileg gyerekeknek készült, így Zsófia könnyen értelmezhető és szakszavaktól mentes előadást tartott. A vetítés elején először is a környezeti elemekkel ismerkedhetett meg a közönség. Ugye ez is általában a vegyszerezés az, ami a talajainkat terheli. Következő. A víz. Hát erről aztán egy külön előadást tudnék tartani, hogy a vizeinket hogy szennyezzük. Általában a vízvilág napján legalább 5-öt tartok is a megyében, úgyhogy szívesen eljövök majd ide is, hiszen az az egyik legfontosabb elem. Ugye a környezetvédelem és a klímavédelem nem ugyanaz, de sok mindenben összefügg. Bonyhádot is sok minden érinti, így elsősorban azért a víz, a levegő, illetve a talajszennyezés az, amiről ilyenkor kiemelten beszélgetünk, illetve az, hogy a klímaváltozásnak milyen olyan hatásai lesznek, mint például a szélsőséges időjárási jelenségek, a hőhullámok, amiket ugye most nyáron megéltünk, amikhez viszont alkalmazkodnia kell egy városi lakosságnak. Illetve a program az kapcsolódik a Tolna megyei önkormányzat programjához is, hiszen a Tolna megyei önkormányzat jelenleg készíti Tolna megye klímastratégiáját, ahol nagyon pontos felmérést kapunk a megyéről, hogy mi várható, mire kell felkészülnünk, illetve milyen célokat és intézkedéseket tudunk kitűzni annak érdekében, hogy minél jobban tudjunk alkalmazkodni. Az energia nem vész el, csak átalakul, hangzott el ez az általános iskolából is ismert mondat, ugyanis ez is szükséges ahhoz, hogy a végén megértsük, milyen környezeti és klímaváltozások történnek. Ugye ez volt a legalapvetőbb energiaforrás. A második, amikor elkezdte az ember használni, az állati erőt. Aztán rájöttünk, hogy a szénből, ugye már a 60-as éveknél járunk, amikor a szénre nagyon rákattant az emberiség, és ugye szénerőműveket hozott létre. Ugye akkor felfedeztük az olajat, hál' Istennek, és az olajerőművek terjedtek el. Ez pedig a földgáz, földgázerőmű. Ez az uránérc, és egy atomerőmű. Ez a biomassa, összefoglaló néven így nevezzük azokat a növényi alapú, már megújuló energiának nevezett, de azért mondjuk tudjuk, hogy nem olyan gyorsan megújuló energiaforrás. Ez pedig egy biomassa erőmű, ugye egy vízi erőmű, ezt általában mindenki felismeri, a szélerőmű. Ugye a napenergia, ugye ez lehet fotovoltaikus, illetve a napkollektor, tehát hőtermelő is, és a geotermikus energia. Rengeteg teendője van a lakosságnak és az átlagos embernek. Pont a klímastratégia kapcsán derült ki, hogy a széndioxid kibocsátásnak közel felé ért a lakosság a felelős. Elsősorban a fűtés az, ami a legnagyobb széndioxid kibocsátást jelenti. Tehát, ha csak egy hőmérőt beszerzünk otthon minden szobába, és odafigyelünk, hogy télen nem kell 24, 25, 26-ra felfűteni a lakást, hanem elég a 21 fok, azzal rengeteget teszünk. De természetesen a villanylekapcsolás, a vízspórolás, a szelektív hulladékgyűjtés, ezek mind-mind hozzájárulnak a környezetünk jobb átételéhez. Tehát a magánszemélyek is sokat tehetnek környezetük védelme érdekében. Zsófia elmondta, a legjobb, ha hosszú távon gondolkodunk, így a ma megtett intézkedések elősegíthetik a jövőt. Házasság, gyermekvállalás, együttélés. Többek között ezekről a témákról hallhattak előadást Bonyhádon az érdeklődők. A Vörösmarty Mihály Művelődési Központban Bíró László tábori püspök beszélt a házastársi, együttélési kapcsolatról és a gyermekvállalásról. Előadásában kitért a társadalmi viszonyokra és a szociológiai, demográfiai változásokra, amik hatással vannak a párok életére.
élettársi kapcsolat, házasság, gyermekvállalás. Ezeket a témákat dolgozta fel előadásában Bíró László tábori püspök Bonyhádon. A főpásztor kiemelte, nem a család, mint egység van válságban. Én azt gondolom, hogy nagyon sokszor elmondok, hogy nem szabad a család kríziséről beszélnünk. Az ember krízisben van, nem képes az elköteleződésre sok esetben, de nem a család. A család az egy vágyott érték, és vigyáznunk kell. Az ideglenesség társadalmában az individualizmus az, ami nagyon megnehezíti az embernek a dolgát. Az individualista, jólétiségre törekvő ember nagyon nehezen tud elköteleződni. Azt gondolja, hogy ha valakivel megosztja a létét, akkor neki kevesebb lesz belőle. Ugye ez egy hosszú folyamat, amíg az ember idáig eljutott, európai ember. Én azt gondolom, nagyon fontos látnunk azt, amit az Úr Jézus így mond, hogy ha a búzaszem nem kerül a földbe és el nem hal, egyedül marad, de ha elhal, bő termést hoz. Aki meg akarja menteni, illetve elveszíti azt, és aki elveszíti, az megnyeri azt. Azt gondolom, mindjárt a látókörében vannak olyan emberek, akik el tudták veszíteni az életüket, és megnyerték azt, és nagyon szép öregkoruk van, békességes világban élnek, nagy küzdelem. Mert egy mai individualista, tulajdonképpen erről nem beszéltem, ugye egy matéria központú világban, ugye nagyon nehéz elindulni, legyőzni, és a kapcsolat, a találkozás konkrét helyeit erősíteni, tehát nagyon-nagyon oda kéne figyelnünk a párbeszédre, hogy stabil legyen a családunk, és ne egy széthulló, múlthoz tartozó világ legyen a házasság és a család. Ugye van ilyen felszíni megközelítés, hogy majd, ha lesz pénz, akkor csapunk egy lakodalmat, tehát a másodlagos, mondjuk, körülmények félreviszik az emberi gondolkodást, másrészt pedig, amit az előbb is mondottam, hogy nem tud elköteleződni, nem tud döntést hozni. Tehát egy döntésképtelen ifjúság növekszik föl, aki úgy él bele a nagyvilágba, annélkül, hogy döntene, annélkül, hogy elköteleződne, annélkül, hogy hinne abban, hogy az elkötelezett lét tud csak beteljesedni. Szóval a létünk az ajándékba kapott lét, és úgy tudunk boldogok lenni, ha megajándékozottak vagyunk, és ha magunkat is elajándékozzuk. Ez lenne tulajdonképpen a nagy házi feladat, hogy merjünk ajándékká válni, és merjünk ajándékot elfogadni, és az ajándékozásnak ez a kölcsönössége az, ami valójában boldogát tudja tenni az embereket. Az előadás egyik kiemelt témája a gyermekvállalás. A püspök egy latin szóval kezdte beszédének ezt a részét, ezt a szót használták régen a nemzésre. Prokreáció. A kreációt azt értjük. Kreativitást szoktuk használni. Tehát valamiképpen a teremtővel való együtt munkálkodás van mögötte. És ezt a prokreáció szót lecseréltük, mire? Reprodukcióra. Tehát a nemzés az már nem a teremtővel való együttmunkálkodás, hanem a reprodukció. És ami létrejön, az egy reproduktum, amire vagy van szükségünk, vagy nem. Ha nincs rá szükségünk, eldobjuk, abortusz vagy eutanázia, ha szükségünk van rá, akkor megtartjuk. Ez a reproduktum. Most ennek a továbbfejlődése, a reprodukciónak a továbbfejlődése, az micsoda? Az, hogy technológiával minden megoldható. Bíró László szerint prioritási gondok vannak a gyermekvállalás hátterében. Kopmáriát szoktam idézni, aki nagyon szilárdan elkötelezte magát, hogy ha most arra készülünk, hogy minden meglegyen, már 5 autója legyen a családnak, de még gyerek nincsen, majd utána, akkor már kiszaladunk az időbe, hogy szoktuk mondani, és minden baj megtörténik akkor. Tehát merjünk kockáztatni, merjük egy helyes prioritás mentén élni, amiben az élet ajándékozása is beletartozik. Minél később kezdjük el az élet ajándékozását, annál nehezebb lesz nagy családba gondolkodni, és annál inkább elő tud fordulni, hogy nem fogom meg az élet, bármennyire is szeretnénk ezt. A tábori püspök előadása végén ismét hangsúlyozta, hogy nem a család van krízisben, hanem az ember. Jó tanácsként pedig szintén kiemelte, hogy merjünk ajándékok lenni, illetve merjünk ajándékot elfogadni.
Névadójára emlékezett a Bonyhádi Széchenyi István általános iskola csütörtökön. Ilyenkor az elsős gyerekek megkapják az iskola jelvényét, a végzősök közül pedig kiválasztják az év Széchenyi díjasát. Idén Fehérvízi Eszter volt az a diák, aki a legtöbbet tette az iskolai közösségért, és tanulmányi eredményeivel hozzájárult az intézmény jó híréhez. Széchenyi mellszobrának koszorúzásával kezdődött az ünnepség a Bonyhádi általános iskolában. A névadóra minden év szeptember 21-én, vagyis a polihisztor Széchenyi születésnapján emlékeznek meg az intézményben. Amikor erre az emlék plakettre nézel, jusson eszedbe az, az iskola, jusson eszedbe a tanulóipőság, a nevelő, és gondolj, hogy mindig szívesen erre az intézményben. Még egyszer gratulálok. És ilyenkor adják át a legjobb végzős tanulónak járó Széchenyi díjat is, mely amellett, hogy a diák tanulmányi eredményeit dicséri, díjazza azt is, hogy a tanuló sokat tett az iskolai közösségért. Idén az elismerést Fehérvízi Eszter érdemelte ki. Te mit gondolsz erről, mi kellett ahhoz, hogy kiérdemel ezt a díjat? Ahhoz, hogy kiérdemeljem? Szerintem nagyon sok közösségi munka, amiben benne van, legalábbis én úgy érzem. A tanulmányi eredmények is, de szóval ez az egész tényleg egy nagyon kemény munka, illetve folyamat. Terveim a jövőre mindenképp kommunikációval szeretnék foglalkozni, és ezen belül igazából bármit, csak kommunikáció. Szerinted megadta megfelelő alapot ez az általános iskola arra, hogy ezen az úton elindulj? Meg, ez így van, igen. Magyarból főleg, történelemből is nagyon. Hát a matekhoz nem tudok hozzászólni, mivel ez nem annyira az én területem, de igen. A díjat 1984-ben Bősze István, az iskola akkori igazgatója alapította. Olyan tanulók kaphatják, akit a tanulók, a nevelőtestület a 8. osztályosok közül a legjobbnak tartott mindenféle szempontból, és ezt egy Borsos Miklós által készített plakett, ami mint művészeti alkotás is értékes, de ennek az értéke az az eszmeiség, amit mutat, és amit ad, hogy igenis jó voltam, jól tanultam, és ezt a nevelőim és a diáktársaim adták. Mi nagyon sokat dolgoztunk közösen a kollégáimmal, hogy ez az iskola méltó legyen a Széchenyi névhez, méltó legyen a tanulás tekintetében, az eredmények tekintetében arra, hogy igenis, ha valahol meghallják azt, hogy na, a Széchenyiből jött, akkor tudják azt, hogy igen, ott olyan munka folyt, hogy nyugodtan felveltük a tovább tanuló gyerekeket. Tanító nénike figyelek. A társaimmal 5 éves leszek. Az ünnepség aztán az elsősök fogadalom tételével folytatódott, és a legfiatalabb széchenyisek most kapták meg az iskola jelvényét. Az évfordulót egyébként nem csak az intézmény falai között ünneplik, mondja az igazgató. Ezután mindig Széchenyi napi túrát szoktunk tenni a környező vidéken. Most már, mivel minden évben ezen a napon nagyon rossz az idő, ebből már tanultunk, hogy ezen a kiránduláson túl vagyunk. Múlt héten voltunk egy csillagtúrán, amikor a meccseknek különböző településeiről végcélra indultunk Várajai parkerdőbe, ott találkoztunk a gyerekekkel, és közben vetélkedők vannak útközben, szemháború, és hát szabadidővel kapcsolatos, hasznos időeltöltés. Az iskolában egyébként minden évben műveltségi vetélkedőn is megemlékeznek Gróf Széchenyi Istvánról. Pénznyeremény és tárgyutalom is járt a sportos fiataloknak. A Bonyhádi polgármesteri hivatalban a Mozdulj Bonyhád programsorozatban részt vett iskolásokat díjazták csütörtök délután. A gyermekek boldogan vették át az elismeréseket, melyeket az önkormányzat finanszírozott. Gyerekek és tanáraik ülnek a Bonyhádi polgármesteri hivatalban. Persze nem azért, mert rossz fát tettek a tűzre, éppen ellenkezőleg. A fiatalokat olyan sportbeli aktivitásukért díjazták, amit nyáron a Mozdulj Bonyhád programjain végeztek. A gyerekeknek a város alpolgármestere adta át az elismeréseket. Önkormányzatunk 100 000 forintot ajánlott föl erre a célra. A harmadik helyezetnek 20, a másodiknak 30 és a első helyezetnek 50 000 forintos utazási utalványt. Ezen kívül egy egyéni győztes is volt, akinek egy tabletet
ajándékozott önkormányzatunk. A nyertesek közül néhányan mosolyal az arcukon vidáman meséltek élményeikről. Nagyon jó volt, és szerintem az osztály összetartott nagyon. Voltunk kenúzni, voltunk bolyakeresőn, voltunk a Vén-Dunán evezni, és nekem nagyon tetszett. Mi voltunk bolyakeresőn, és mi is voltunk a Vén-Dunán is kenúzni, és a Sion is voltunk, és szerintem nagyon jók voltak a programok, és az osztály nyert ugye 50 ezer forintot, amit ugye a kiránduláshoz fogunk majd felhasználni. Mi voltunk a Kuglov túrán, meg mi is voltunk kenúzni, háromszor is, és bár én nem tudtam elmenni a bolyakeresőre, helyette mindenféle más dologra is elmentem. Mi 50 ezer forintot nyertünk, és én még külön kaptam egy táskát is. Elég sokat sétáltunk a csillagtúrán vagy patakmenti túrán. Volt jó sok evezés, és én is voltam többször is a Vén-Dunán, és eveztem a Sion is. Igazából az egész nagyon jó volt. Örülök, hogy így összejött, egész sokan voltunk. Jó volt a hangulat, a csapat. És végül is nyertem egy táblagépet, úgyhogy sikeresnek tudhatom be ezt az egészet. Nagyon élveztem az egészet. A fiatalokat kísérő tanárnő elmondta, fontosnak tartja a gyerekek aktív részvételét a sportban. Gyakorlatilag reggeltől estig az iskolában ülnek, és a kötelező testnevelés órákon kívül nagyon kevesen tudnak mozogni, kevesen sportolnak. Itt viszont mindenki ki tudta magának választani azt a tevékenységet, amit szívesen kipróbál, amivel szívesen foglalkozna. Én pedagógusként úgy gondolom, hogy nagyon fontosnak tartom, hogy az osztályok szünetben is találkozzanak, tehát nyári szünetre gondolok, mert nagyon jó közösséget lehet így kovácsolni. Fontosnak tartom azt, hogy az osztályomban járókat minden oldalról megismerjem, tehát nem csak tanórákon, és hogy ne csak az legyen a fontos nekik sem egymásnak, hogy ki hányosra felel éppen, hanem hogy új tevékenység során is én is megismerjem őket, és ők is egymást, illetve lássák az én gyengéimet is, hogy cikcakban tudok például a Sion evezni, vagy nem egészen vagyok bátor akkor, amikor be kell menni a Vén-Dunára. Vagy én is hibázhatok egy kanyarodásnál például csónakkal. A diátadó egyébként egy egész napos program része volt. A mai kissé barátságtalan és borongós idő ellenére egyébként nagy örömünkre nagyon sokan csatlakoztak délelőtt az autómentes nap programjaihoz. Bonyhádváros önkormányzata kiemelt feladatának tartja többek között azt, hogy a környezettudatosságra és arra ösztönözze a fiatalokat, hogy minél többen sportosan és fitten és egészségesen éljék a mindennapjaikat. Ennek érdekében és ennek jegyében szerveztük azokat a rendezvényeket, amelyeknek egyébként a Városháza részéről Metz Csilla kolléganőm volt a koordinátora, és aki egy emberként dolgozott azon valamennyi segítővel és támogatóval, hogy a mai rendezvény is olyan sikert arasson, mint az elmúlt esztendőkben. És ez azt gondolom, hogy a fiatalok visszajelzései és mosolygós arcai alapján maximálisan célba ért, de még ez sem volt elég ahhoz, hogy a délutáni programokat megvalósíthassuk, hiszen az időjárás közbeszólt, de csak némileg tudta ezt megtenni, hiszen itt a Városházán folytatódott a Mozdulj Bonyhád programsorozatnak az eredményhirdetése, amely minden évben egy visszaköszönő programelem és várt a fiatalok részéről, hiszen ahogy alpolgármester úr is említette, anyagi támogatás mellett egyéb tárgy nyereményekkel is jutalmazzuk mindazokat, akik az elmúlt időszakban is a programsorozatban aktív szerepet vállaltak és kimagasló eredményt értek el. A kora őszi rendezvényeknek azonban még nincs vége. Hamarosan megrendezik ugyanis a Richter Egészségváros programjait, melyre mindenkit szívesen várnak. Friss bonyhádi hírekkel legközelebb egy hét múlva várom önöket. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!